Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manea vagyok. Önök Kultúrszoba című magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. Őrzik a sváb hagyományokat. 31. hagyományőrző gyermek svábbá Szekszárdon. A geszterédi aranyszabja Szekszárdon. Strohmayer Ádám cizellőr honfoglalás kori munkái a múzeumban. Makó András festőművész kiállítása, válogatás címmel nyílt tárlat a Szekszári Művészetek Házában. Velorex GTI, biztos a teltház, ahol a hattagú rockbanda fellép. 1956. október 23-a, ünnepi megemlékezés. A 31. hagyományőrző német gyermek svábbált idén is megtartották. A helyszínt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ biztosította. A DNS Valéria Általános Iskola a Grundschule tanulói adták elő különböző táncaikat, és népviseleti bemutatót is tartottak, melyen több mint 40 ruhát mutattak be. A hagyományőrző német gyermek svábbálnak minden évben nagy sikere van. A Szekszárdi DNS Valéria Általános Iskola Grundschule tanulói programokkal készültek. Számukra fontos a hagyományok ápolása. Az eseményen nagyon sokan részt vettek. Gyermek svábbál az iskola megrendezi, hiszen 31 évvel ezelőtt kezdtük el a hagyományápolásnak ezt a formáját, és én nagyon örülök annak, hogy az iskola tovább viszi ezt az értéket. Hiszen 40 éve, több mint 41 éve kezdtük el a német nemzetiségi oktatást, de ez azt jelenti, hogy nem csak a nyelvet tanítják és tanítottuk, valamikor ugye igazgatóként kezdtem én ebben a munkába, hanem a hagyományok megőrzése, ápolása, továbbvitele. Azoknak az értékeknek a megőrzése, ami a német nemzetiségi kultúrát jelenti. És a hagyományápolásnak többféle módját is választotta az iskola, köztük a mai svábbál, gyermek svábbál, ahol a gyerekek előadhatják mindazt, amit a hagyományápolás területén megtanultak, előadhatják a szülőknek azokat a verseket, azokat a dalokat, azokat a táncokat, amely ehhez a kultúrához kötődik. A szekszárdi német önkormányzat is feladatának érzi, hogy támogassa ezt a fajta oktatási formát. Például olyanokban is tudjuk segíteni a gyerekeket, hogy magyarországi német írók, költők műveiből illusztrációs pályázatot írunk ki, amelyet szeretnénk segíteni a gyerekeket a népismeretben, a népismeret tanításában, ugyanúgy a nevelőket is. Ugyanakkor van egy német nemzetiségi tanösvényünk, amely szintén segíti az önkormányzati részéről a gyerekeknek a népismerethez kapcsolódó tevékenységét. Az iskolában már 41 éve folyik német nyelvű oktatás, ahol minden tanár nagyon elkötelezett a nemzetiségi kultúra átadásával kapcsolatban. A sváb ételek, valamint a népviseletek bemutatása sem maradhatott el a rendezvényen. Hiszen a legtöbbjüknek van valamilyen német kötődése, magyarországi német őse és baráti köre, ismeretségi köre, úgyhogy nálunk a nemzetiségi kultúra ápolása az nagyon-nagyon mély gyökerekre és hagyományokra tekint vissza. Több projektnapunk is van a tanév során, de ezek közül mindenek fölé helyezném a gyermek svábbált, hiszen ez a program az, ahol leginkább megismerkedhetnek a szülők is és a gyerekek is a német nemzetiség életével, hagyományaival, kultúrájával. A műsor során ugye hallhattunk dalokat, láthattunk táncokat, a gyerekkórusunk együtt énekelt a Mondschein kórussal, mindig meghívjuk a Wunderland Kindergarten kicsi táncosait. Ahogy itt csak a műsort említem, ugye ebből is látszik, hogy ez egy óriási rendezvény. Gyakorlatilag megmozgatja az iskola minden tanulóját. Aki nem a műsorban szerepel, az a rendezvény lebonyolításában segítkezik, hiszen a műsor után, ahogy látják is talán itt a kedves nézők, a háttérben büfét kínálunk a gyerekeknek, aminek az egyik ékessége a sváb süteményes pult, ahol a nagymamák igazi eredeti sváb recept alapján megsütötték ezeket a süteményeket.
Azt hiszem, a programunknak az egyik ékessége, és tudomásom szerint egyedülálló a környéken a Trachtenschau, vagyis a német népviseleti bemutató. Nagyon-nagyon örülünk neki, és nagyon büszkék vagyunk rá, és hálás szívvel köszönjük azoknak a szülőknek a fáradozását, akik a környéken lévő falvakból felkutatták ezeket a bizony olykor 100 éves vagy 100 évesnél is idősebb viseleteket, és engedték azt, hogy a gyerekek, vagy akár ők maguk is, bemutassuk itt a színpadon. Ezeket a viseleteket a német népismeret órán a gyerekek újból láthatják, tanulunk róla, és hát így egész nagy kedvet kapnak arra, hogy a következő svábbál során ők is beöltözzenek és bemutathassanak egy ilyen értékes darabot. A DNS bejáró diákoknak is nagy élmény ebben az iskolában tanulni, és izgatottan várják ezt a programot minden évben. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy a kisebbek és a nagyobbak is egyaránt tanulnak a német kultúráról és a sváb kultúráról. Kulturális szempontból is egy nagyon jó iskola, mert például ezt a svábbát is ők szervezték, és szerintem ez nagyon jó. A tradíció ápolása nagyon fontos, és kifejezetten mindenki célja, hogy a jövő generációjának át lehessen adni, és ők is vigyék tovább a szokásokat. A szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum időszaki kiállításán honfoglalás stílusú ékszerek és az aranyszabja látható. A szekszárdi születésű Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjas Strohmayer Ádám munkái is láthatóak a különleges tárlaton. Az ötvösség speciális ágával foglalkozik a szekszárdi születésű cizellőr, ami a geszterédi aranyszabja rekonstruálásánál kulcsfontosságú volt. Emellett kísérleti régészettel is foglalkozik, aminek szintén nagy szerepe volt a munkák során, illetve a honfoglaláskor ihlette ékszerek készítésénél is. A részint voltak már hasonló szabjaim, tehát egész jó referenciákkal rendelkeztem. A kurultájra készítettünk két aranyzott szerelékes szabját még jó néhány évvel ezt megelőzően, illetve a geszterédi szabjának van néhány olyan aranyozott ezüst palmettás lemez töredéke, amelyeknek nekem sikerült meghatározni az egykori funkcióját, és hát ez is megerősítette azt, hogy én kapjak szerepet ebben a igen nemes feladatban. A geszterédi szabjának a története már ahogy előkerült is rendkívül érdekes, ugyanis 1927-ben disznók túrták ki, és egy 16 éves bojtár gyerek vette észre, hogy aranyfoga van a disznónak, hát az csak nem lehet, és a mai napig talált egyik leggazdagabb honfoglaláskori férfi sírunk így került elő. Mivel ilyen hányattatott körülmények közt került elő, ezért nagyon sok olyan eleme van a szabjának, amelyek vagy nem maradtak meg, vagy nem volt egyértelmű az egykori helyzetük. Ugye sírrajzot és sírfotót a feltárást égző sertések értelemszerűen nem végeztek, úgyhogy igazából utólag ezt a feladatot a régészeknek, illetve viszonylag nagy részt nekem kellett elvégezni, hogy rájöjjünk, hogy melyik töredék pontosan hova is tartozott. De nem csak kutatástörténeti szempontból érdekes, hanem ahogy mondtam is az imént, ez az eddig talált egyik leggazdagabb, eddig ismert honfoglaláskori férfi sír. Aranyszerelékes szabját a Kárpát-medencéből, a korszakból összesen 3 ismerünk, abból 2 van díszítve, és azok közül is ez a szebb, tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a geszterédi szabja az eddig talált legjelentősebb honfoglaláskori fegyverkincsünk. A geszterédi szabja készítését tekintve én legalább akkora jelentőségét érzem az új kutatási eredményeknek, hogy melyik veret hol helyezkedett el, illetve rengeteg olyan kérdést meg kellett válaszolni ahhoz, hogy el tudjam készíteni, amit korábban senki nem tett még fel. Keresztmetszeti kérdések, szerkezeti kérdések, technikai fázissorrendek, és úgy gondolom, hogy ezek az eredmények mind-mind gazdagítják a régészettudományt, és segítenek
a többi korból ismert hasonló tárgyat is értelmezni. Jelenleg a Magyar Művészeti Akadémia friss ösztöndíjasaként a Tarcali honfogláskori aranyozott ezüstszerelékes vezéri szabja rekonstrukcióján dolgozom, ami egyébként az egyik, hanem a legközelebbi testvérdarabja a geszterédi szabjának, és szerencsés módon számos olyan kutatási eredmény van, amit a geszterédi szabja kapcsán sikerült felfejteni, és most fel tudom használni, de gyakorlatilag az összes ilyen kísérleti régészeti projekt vagy rekonstrukciós munka során van egy elég komoly megelőző kutatási szakasz. A hagyományőrzés nálam egészen kisgyerekkoromból jött, 2 évesen már lómániás voltam, az óvodában már lovag vagy király vagy vadász szerettem volna lenni. Aztán jött 96 és a Honfoglalás című film beharangozója, megtetszett a Kell még egy szó című szám. Megnéztük a moziba édesapámmal a filmet, ő egyébként annak idején kacérkodott a gondolattal, hogy népvándorláskoros régész legyen. Én sokat kérdeztem, ő sokat válaszolt, a szakkönyvén gyarapodtak, és pont e falak közé, ilyen 8-10 évesen még épp, hogy olvasni tudtam, már bejártam a múzeumi könyvtárba, illetve a történelmi ijászat volt, ami miatt ezt a tudást gyarapítottam, és aztán így lettem végül, jó néhány varga betűn keresztül, az országban utoljára hivatalos végzettséget szerző cizellőr. Ugye az ötvösségnek kifejezetten az az ága, ahogy a tarsolylemezek, szabjaveretek, hajfonat, korongok készültek. Kiállításban lehetőséget kaptam arra, hogy ha már itt van a geszterédi szabja aranyszerelékes rekonstrukciója, amelyben elég aktívan közreműködtem, akkor bemutatkozhassak a legszebb eddig talált honfoglaláskori ötvös tárgyakon fellelt minták alapján tervezett ékszerkollekció első darabjaival. Ezek közül van olyan egy fülbevaló pár és egy medál, amely kifejezetten a geszterédi szabja markolatgombjának bizonyos ornamentikája, ornamensei alapján készült, illetve van olyan, ami tarsolylemez ikletet, van olyan, ami egy másik szabjás sírnak egy ítegez borító veretének egy részlete ékszerként átültetve. Kifejezett célom ezzel az ékszer kollekcióval, hogy ezeket a szemedgyönyörködtető régészeti darabokat az egyik legdicsőbb történelmi korszakunkból a ma embere számára közelebb hozzam és viselhetővé tegyem, és mindezt úgy, hogy azokat az eszenciális értékeket, értem azt a nagyon kiforrott ornamentális rajzi szerkesztési rendszert, amelyen belül ezeket a mintákat megfogalmazták, vagy magát ezt a mára szinte elfeledett készítéstechnikát, a cizellálást, hogy ez mind-mind visszaköszönjön és minél autentikusabban megjelenhessen úgy, hogy a ma embere számára, mint ékszer önmagában is értéket hordoz. Rendkívül furcsa most ebben a teremben állni, részint iszonyatosan megtisztelő, szinte ezek most így konkrétan nem látszik a zakóm alatt, de libabőrös lett a gondolattól is a kezem, mert én ide kis gyerekként csillogó szemekkel rengetegszer bejártam, hogy melyik falon, melyik vitrín volt, abban mi volt, melyikben voltak honfogláskori tárgyak, hol volt az avari, mai napig becsukom a szemem és előttem van, és hogy most itt állhatok ebbe a terembe saját munkákkal bemutatkozni, ez egy leírhatatlanul jó érzés, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki abban közreműködött, hogy ez így létrejöhetett. A Szekszárdi Vosinski Mór Múzeumban a Geszterédtől rakamazik című időszaki tárlatot, amely a honfoglalás idején élt magyar fejedelem aranyveretekkel díszített rekonstruált szabjáját és a hozzá kapcsolódó leletanyag másolatát mutatja be, mely november 17-éig tekinthető meg. Válogatás címmel nyílt kiállítás Makó András festőművész alkotásaiból a Szekszári Művészetek Házában. A 20 évet átfogó tárlat november 30-áig lesz megtekinthető. Minden kiállítás megmérettetés, számvetés. Ilyenkor kiderül, hogy az üzenet, ami az alkotó művészt egy kép megfestésére vagy egy szobor, tárgy, műalkotás létrehozására inspirálta, eljut-e a befogadóhoz, önökhöz, az önök lelkéhez? Vajon sikerül-e megteremteni azt a különleges kapcsolatot, amely túlmutat a képek keretén és beköltözik a néző szívébe? Az alkotás lényege ugyanis nem csak az, hogy elkészül a mű, hanem az is, hogy életre kel azáltal,
hogy mások megélik és átérzik. Gyerekkoromban már szerettem rajzolni, és szüleim biztatására, hogy ez nem lesz egy rossz pálya, legalább ha más nem, egy rajztanár lesz belőlem, de egy kicsit tovább léptem ezen a szinten. Ez egy válogatás a 20 év alkotásaiból, és ezt szerettem volna megmutatni, hogy milyen témaköröket, miket öleltem át, milyen témák foglalkoztatnak engem. Itt kompozíciók, és vannak csendéletek, tájképek, tehát úgymond vegyes az anyag. Itt az Omega együttesről, ha beszélek, akkor annyit tudok elmondani, hogy van nekik egy olyan lemezük, az Időrabló, abban van egy ilyen névtelen utazó, és tulajdonképpen a minden művésznek az a célja, hogy minél magasabbra jusson, tehát elérje a tökéletes, tehát itt a világok találkozása van tulajdonképpen megfestve ezen a képen. Mert itt mitológiai témák is, tehát azokat is akkor lehet inkább megérteni, hogyha az ember ismeri a mitológiai történetet, tehát akkor inkább közelebb tud kerülni az alkotáshoz. Olyan mitológiai témákat választottam, amelyek ilyen emberközelibb dolgok, mint például Filemon és Baucis átváltozásai, tehát egy idős házas pár volt, és mivel megvendégelték az isteneket, a kívánságuk az volt, hogy egyszerre szeretnének meghalni, tehát a szeretetről szól ez tulajdonképpen. Bibliai téma is, mint például Ádám és Éva kiüzetése a paradicsomból, tehát ezt is megfestettem egy kompozícióba. Sokféle van az alma kompozícióim is, abból is egyet elhoztam, az alma dicsőítése, az a címe a képnek. Mitológiai témákból még van itt például Athéné ajándéka, tudjuk, hogy vetélkedett annak idején Poszeidonnal, és ő az olajfát ajándékozta a görögöknek, azt is megfestettem egy képen. Egy alkalommal voltam Görögországban, és alkalmam volt eljutni az Olympos lábáig, és ott készítettem egy akvarelt a hegyről, és ezt követően támadt az ötletem, hogy ezt meg kellene festenem egy kompozícióba. Ezen a kiállításon vannak olyan képek, amelyek 20 évvel ezelőtt készültek, de vannak olyanok is, amelyek később, meg most egy-két évvel ezelőtt készültek. Örülök neki, hogy látom, hogy milyen korszakokban, úgymond, hát ez egy kicsit túlzás, de volt, amikor ilyen balladás témákat dolgoztam fel, ezt még mond a főiskolán kezdtem el, a főképp Kőműves Kelemen balladájával foglalkoztam, az három képen is megfestettem. Meg azon kívül, mondom, tájképet is szeretem, de ott olyan dolgokat szeretek megörökíteni, ahol a teret is tudom érzékelni. Erdélyi tájak vannak, Pakson élek, itt a Dunáról is csináltam néhány kompozíciót. Ezek fognak meg inkább engem ilyen jellegű dolgok. Meg persze csendéleteket is szívesen festek, száraz virágokkal, élő virágokkal. De mostanában inkább a kompozíció foglalkoztat a felé. Mozdultam el. A több mindent tudok bekomponálni, besűríteni, tehát abból az élményanyagból, ami eddig összegyűlt számomra, ezekből tudok egy érdekesebb felületet létrehozni. Ahol a hattagú szekszárdi zenekar fellép, biztos a teltház. Szekszárdon évente maximum kétszer hívják meg őket fellépni. Ismerjék meg a Velorex GT-it! Én 15 éves koromban ezzel kezdtem el foglalkozni. Akkor az első zenekaromban basszusgitáros kerestek, és mivel nem volt rendkező, nem volt más ember, mondták, hogy te leszel az. Kezemben nyomtak egy gitárt, és akkor elkezdtem basszusgitározni. Aztán rajtam maradt. A Riffraff együttes, amivel AC/DC-t játszottunk, az egy AC/DC tribute zenekar volt, és amikor
annak vége lett 2017-ben, akkor tulajdonképpen, mint jó jogutód vittük tovább adni a Velorex GT-t. Ugye meg a Velorexnek volt már egy 2000-es évek elején, mert 99-2000 tájékán egy előzenekra, ami GT néven, csak simán Velorex néven futott, és ott csak magyar dalokat játszottunk, magyar rock számokat játszottunk. És most, amikor nevet kellett választani, akkor ez begorott nekünk, hogy hát akkor legyen Velorex. Ez nyer azt megmondta, hogy akkor ne legyen simán Velorex, mert ez már nem ugyanaz, mint volt, akkor csapjuk hozzá egy GTI, és ugye mivel a GTI az már egy jó kis sportautó, tehát többet mutat ez az egész, mint amit eleve gondolna róla az ember, tehát egy Velorexről, tehát ennél azért ez komolyan. 17 óta ugye fokozatos a fejlődés. Általában gitáros cserék voltak, és hát nem tudom, 19-ben talán akkor jött a Fándi Erik hozzánk szólógitárosként, és onnantól kezdett komolyra fordulni a dolog, mert akkor már olyan dolgokat is el tudtunk játszani, amit korábban nem. Hát Deep Purple, Ivy Star, ugye, amit nem nagyon kevesen vernek az bevállal, meg egyéb ilyen komolyabb Deep Purple nóták, meg Rainbow dalok, amit hát mondtuk, hogy próbáljuk meg, szerintem most már menni fog is, és így is lett. Ugye is tavaly meg csatlakozott hozzánk a Bordi Csongor billentyűn, és még inkább ki teljesedtek a lehetőségek. Úgyhogy azóta meg még komolyabban belehúztunk a dolgba, és most már gyakorlatilag bármit meg tudunk csinálni, amit szeretnénk. Szexhárdon elég keveset a igazság, tehát maximum 2 ilyen klubbulit szoktunk csinálni. Hát most nyáron szerencsénkre meghívtak minket a Borok és Húrok Fesztiválra, tehát ott volt szerencsénk játszani egy nagy színpadon komolyan cuccon is, de ez Szexhárdon nem jellemző, valamiért itt nem nagyon szoktak hívni minket. Szeretnénk, hogy itt Szexhárdra is legyen egy olyan zenekar, aki az ilyen klasszikus rock zenéket képviseli. Másrészt viszont nagyon büszke vagyok arra, hogy már a 7. éve itt a zenésztársaimmal, akár Szexhárdon, akár itt a környékben, akár a határon túl, és el tudjuk vinni ezt a zenét, és megmutatni, hogy még mindig van létjogosultsága ennek a műfajnak. Legfőképpen 2 nagy profilunk van, az egyik a motoros találkozók. Ugye van ennek a zenének ott egy beágyazottsága, ott vevők erre az emberek, úgyhogy rengetegszer megfordulunk különböző motoros rendezvényeken, elsősorban nyáron, de azért elő-előfordul a tavaszi őszi szezonban is. A másik meg, hogy mostanában szerencsére gyakran önkormányzatoktól is meghívást kapunk. Első zenekarom a 5. osztályos koromban alapítottam, az első motoros találkozómon meg 7-es voltam, amikor színpadra álltam, mint énekes először. Én alapvetően nem vagyok rocker. Én azt szoktam mondani, hogy nem vagyok rocker, rockzenész vagyok. De szerintem egyébként ez az a műfaj, ami örök, ami időtálló, és ami akárkinek még a mai napig is tud mondani valamit. Nekünk ugye mindennapjainkat is meghatározza a zene. Amikor emberekkel találkozom, és azt mondják, hogy ők csak otthon bekapcsolják a rádiót, vagy mondjuk munka közben, és csak hallgatnak valamit, az teljesen más kérdés, mint amikor mi tudatosan egy konkrét zenei albumot hallgatunk, vagy akár a YouTube-on, vagy a Spotify-on hallgatunk különböző célzott dolgokat. Úgyhogy nyilván nekünk zenészeknek, vagy zenéhez közelebb álló embereknek, vagy koncertre látogatóknak, akár terápiás célra, akár mindennapokban egy doppingnak jó a zene. Van egy alapkoncepciónk, ez a Rainbow Whitesnake Deep Purple 3-as, és ezen kívül van 1-2 beemelt dal, de sokszor változik el, szeretnénk változni, újulni, illetve tervben van egy Deep Purple műsor is, ami csak tisztán Deep Purple, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján Szekszárdon ünnepi műsorral készültek a Tolna vármegyei szakképzési centrum Bezérédi István technikum tanulói. Ebből készítettünk önöknek egy összefoglalót. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Magasba vágyva tengni egyre lent. Mosolyogva, mint a méla őszi táj, nem panaszolni senkinek, mi fáj. Borongni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gyászlik bennünk valami. Sok százados bunk, melyet nem lehet sem eltitkolni, sem bevallani. A kezdetet nem tudja senki. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a mélyből felszakad egy hang, s nincs út visszamenni, nincs út tagadni, nincsen várni. A lehetetlent megpróbálni lehet, mert nincsen lehetetlen. S a végesre a végtelenben kigyúl egy újabb felelet. Mindig jöhet egy pillanat, mikor a félés átszakad, s harangozni kezdenek, kik minden imát elfeledtek a hosszú éjszakák alatt. Tegnap még sejme szürke haját csimogatta szelíd anyai kéz. Ma fegyveren a kezedben, a barikárra mész. Tegnap még féltél az iskolában, hogy a leckét nem tudod jól. Ma orosz túlerővel szemben a géppisztolyod szól. Csak 14 éves voltál, Dézna, kék szemű gyerek. Bekiáltottál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök Kultúrszoba című magazinunkat látták. Viszontlátásra!